2019. december 5-től 8-áig rendezte meg a Természet, Energia és Spirituális Orvostudomány Horvát Szövetsége, a HUPED 13. nemzetközi kongresszusát Zágrábban. A szövetség elnöke Vedrán Koron is meghívására a Bruno Gröning baráti kör is részt vett ezen a kongresszuson. Nagy volt a média érdeklődés, az RTL is tudósított. December 7-én Dieter Heusler, a Bruno Gröning baráti kör vezetője volt a kongresszus vendége. Körülbelül 1100 érdeklődő előtt tartott előadást, melynek témája segítség és gyógyulás Bruno Gröning tanítása által, orvosilag bizonyítva. A baráti kör orvostudományi szakcsoportjának 5 orvosnője és orvosa, valamint 5 gyógyult is beszámolt. A végeredmény nincs gyógyíthatatlan. Dr. Vjekoszláv Jelecs, a Zágrábi Egészségügyi Hivatal vezetője köszönetet mondott Dieter Heuslernak a baráti kör horvátországi tevékenységéért. Szorgalmazta a további jó együttműködést, amely országa egészségének javát szolgálja, és sok sikert kívánt a baráti kör további tevékenységéhez. A kongresszuson jelenlévő médiák is élénk érdeklődést mutattak a Bruno Gröning baráti kör iránt. A horvát RTL még az esti hírműsorában is tudósított. Mjesto više tražilo se na zagrebačkom predavanju o iscjeljenju duhovnim putem po učenju Brine Gröninga, čovjeka koji je postao poznat 50-ih zbog masovnih iscjeljenja koje su se događala u njegovu prisustvu diljem Njemačke. Udruga utemeljena na njegovim učenjima danas djeluje u 130 zemalja svijeta, a neki od njih o svojem iscjeljenju pričali su danas. S njima je bila Zorana Čičak-Kulić. Nakon 4 infarkta Emir Fejzagić kaže samo je želio ponovno normalno živjeti. 2015. godine sam uveden u učenje Brune Gröninga da bi u jesen imao simptome infarkta i primljen u bolnicu. U bolnici konstatovali da nema ni traga od infarkta. Izašao sam iz bolnice nakon dana, nisam koristio nikakve lijekove i osjećao se dobro. Samo je jedan od onih koji je svoje iskustvo iscjeljenja podijelio pred punom dvoranom. Poželimo stvari koje želimo sebi, a možemo da želimo i drugima. I osnova svega je vjera. Ja ću vam svjedočiti svoje iscjeljenje od križobolje. Bruno Gröning, njemački iscjelitelj iz sredine prošlog stoljeća. Njegovo učenje danas okuplja ljude u 130 zemalja svijeta. Bruno Gröning nannte diese Energie auch Heilstrom. Und auf diese Art und Weise, wenn man diese Kraft in sich aufnimmt, ist es möglich, auch von unheilbaren Krankheiten gesund zu werden. U udruzi kažu sva iscjeljenja provjeravaju i arhiviraju liječnici. Po mom iskustvu ovo znanje koje sam ga tu, koje ga učim i dalje, koje ga čujem u stvari, je jedna dragocjena nadopuna mom znanju školske medicine, znači samo još mi olakšava. U Hrvatskoj udruga prijatelja Brune Gröninga broji oko 2000 članova. Mi smo došli iz Istre posebno autobusom i već imamo svoju zajednicu u Istri, tako da redovito odlazimo i primamo. Upravo ovo čemu ovdje bilo rečeno. U Zagreb su stigli iz svih dijelova Hrvatske, ali i regije, a svima njima zajednička je želja za iscjeljenjem.